nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Berzsenyi Dániel, a magyar Horácius. Ő az érzékeny óriás irodalmunkban. A mai előadás választ keres ezekre az elnevezésekre. Ha életfilozófiáját nézzük, akkor idézzünk a Horác című verséből. Használd a napokat, s ami jelen vagyon, forró szívvel öleld, s a szerelem szelíd érzését ki ne zárd, még fiatalkorod boldog csillaga tündököl. Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg, légy te okos, míg lehet, élj és örülj. Míg szólunk, az idő hirtelen elrepül, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi a Vas megyei egyházas hetjén született 1776. május 7-én, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja ügyvéd volt, de inkább csak gazdálkodott. Már az apa is különc, komorságra hajlamos ember, mint később a fia, a magyar klasszicizmus legkiemelkedőbb lírikusa. Berzsenyi apja különös pedagógiai elveket vallott. A gyereket nem érdemes korán iskolával kínozni, helyette meg kell inkább erősödnie, a legtermészetesebb szabad élet és szakadatlan gimnasztika által. Ő tanította meg az egyetlen gyermekét írni-olvasni és a mitológia ismeretére, szeretetére. 13 évesen került Berzsenyi Dániel a Soproni Evangélikus Líceumba, megerősödve és túlkorosan. 1788-tól 7 éven át tanult itt, de az órákat elmulasztotta, fegyelmezetlennek és verekedősnek bizonyult. 1793-ban katonának áll Sopronban, de innen elmenekült. 1795-ben tanulmányait megszakította. Pedig rengeteget olvasott, jól ismerte a görög-római mitológiát, jól megtanult latinul és németül, és példaképe Horácius lett. Az apát felháborította a derékba tört iskolai pályafutás, és elmérgesedett a viszony a két dudás közt. A fiú Niklára költözött a soproni évek után a nagybátyjához, időnként pedig az apja mellett élt, de úgy vélekedett, hogy az ő háza számára munkács, a híres várbörtön volt. Ebből a várfogságból csak úgy szabadulhatott meg, hogy megnősült 1799-ben érdekből. Elvette Dokai Takács Zsuzsannát, aki akkor még csak 14 éves volt. Remekül gazdálkodott feleségével, hatalmas birtokán, de ő bort nem, csak vizet ivott. 1796-tól Berzsenyi titokban verseket írt, azonban mindenki elől rejtegette. Kazinczy Ferencnek ezt írta Berzsenyi Dániel 1809. március 12-én, ami a feleségemet illeti középszerű mindenben. 14 esztendős korában vettem el, egy ügyűségben találtam, és abból fel sem szabadítottam, mert e részben egy kevéssé napkeletiesen gondolkoztam. Ha a módi ruhák helyett jószágot szerzek, nem zúgolódik, hanem a gyertya vesztegetésért és firkálásért néha nagy panasza van ellenem. Tulajdonképpen ez is lett társtalanságának és szellemi magányának oka, melyet a nemesdömölki evangélikus lelkész Kis János, aki maga is költő volt, azzal oldott fel, hogy felfedezte Berzsenyi Dániel verseit, és néhányat továbbított Kazincinak, aki így felelt levélben erre. Nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt csodálni fogja a haza. A költő egyre inkább bezárkózott Niklára, száműzetése helyére. Csupán kétszer látogatta meg Pesten íróbarátait, és egyszer egy hetet töltött Bécsben. A vidéki földesúri létforma tehát szembe került a költői becsvágyjal, s ez tragikus feszültséget idézett elő nála. Amikor a magány, buskomorság testi panaszokkal társult, elérte költsei tollának halálos szórása is.
1817-ben ugyanis olyan kritikát írt Berzsenyiről, amelyben tulajdonképpen dilettánsnak bélyegezte. Ez a recenzió a tudományos gyűjteményben jelent meg. Ekkor az érzékeny óriás elhallgatott. Évekig készült a sérelmek megtorlására, ezért költészettani és filozófiai tanulmányokba kezdett. Úgy sejtette, hogy Kazinczy sugalmazta a kritikát, ezért elhidegült tőle. Válaszát csak 1825-ben tudta megjelentetni, Észrevételek kölcsei recenziójára címmel. A Magyar Tudós Társaság azonban vidéki rendes taggá választotta őt 1833-ban. Tudományos munkákat írt, majd 1836. február 24-én, rövid betegség után meghalt Niklán, a három gyermekes apa és művész. Kölcsei önvádtól teljes engesztelő gyászbeszédét Helmeczi Mihály olvasta fel az akadémián. Minden esetre felvetődik a műbírálatot író költő felelőssége, hiszen Berzsenyi ihletét ez fosztatta szét, ez a bántó kritika. Az érzékeny óriás, aki soproni időszakában 12 németet a várostavába hányt, akinek embert, asztalt, lovat átugrani semmiség volt, aki soha nem vetette meg a szebbik nemet, összeroppant egy írástól, s többé-kevésbé ebbe is halt bele. Holott nagyon egészségesen élt, és nevelte gyermekeit. Négy közül ugyan egy meghalt, de ő büszkén nyilatkozta, hogy italuk a víz, orvosságuk a szabad levegő, és a bajokra a legjobb a diéta és a mozgás. Berzsenyi Dániel szerelmi élete, ódái, elégiái. Ő ugyan elvette a 14 éves Dokai Takács Zsuzsannát, de nem tartotta feleségét megfelelő szellemi partnernek. Beleszeretett azonban Dokai Takács Juditba, korának rajongott költőnőjébe, akit kortársai a Magyar Szaffónak neveztek. Ő volt felesége unokatestvére. Berzsenyi a klasszicizmus és a romantika határán alkotott, és életmódja is kettős volt. Éjszakai költő lett, aki nappal kiválóan gazdálkodott, éjjel azonban Horácius verseit olvasta, ugyanakkor reggel felesége megrótta az úgynevezett gyertyavesztegetésért. A rideg valóság felőrölte az illúziókat, a költői ihletet, a magyar Horácius legnagyobb problémája az idő lett. Az idő, mely pillanatnyi, nem hagyja boldogulni az embert, mert elsuhan, mint a nyíl, s zuhogó patak. Berzsenyi Dániel ódái. Kazinczy kijelölte Berzsenyi számára az utat a válaszlevelében, melyet Kis Jánoshoz írt. Lelkére kötötte, hogy az ódák útjáról le ne térjen,
s csodálta a poétában az ő szent hazafiságát, lantjának méltóságát. Berzsenyi erkölcsnemesítő szándékkal írta ódáit, Horácius parancsát követve. A magyarokhoz egy, 1810-re készülhetett el, kiérlelt, csiszolt műalkotás. Célja, mint a klasszicistáknak általában, a tanítás és a gyönyörködtetés. A költemény értékszembesítő és időszembesítő is, azaz a nemzeti múlt értékes, példaszerű, hősies, míg a jelen romlásnak indult, elpuhult, széthúzó és idegen majmoló. A dicső múlt nagysága zeng, Attila, Árpád, Hunyadi küzdelmeit idézve. A múlt ódai hangvételű megjelenítését azonban hangváltás követi a 13.-14. versszakban. Amikor a jelenről szól, akkor az elégikus hang, a lemondás, a rezignáció lép előtérbe. Berzsenyi azt a nézetet hangoztatta, mely szerint egy nemzetet csak a tiszta erkölcs tud fenntartani, mert amikor ez romlásnak indul, a nagyhatalmak időről időre leomlanak, mint Róma, Babilon és Kartágó. A romantika felé közeledő költő hiperbolát alkalmaz, olyan költői alakzatot, mely felnagyítja a valós arányokat, túloz, hogy megijesszen és elgondolkodásra, cselekvésre ösztönözzön, mint például vérzivatar, világot ostromló, vagy nemzeteket tapodó harag. Berzsenyi Dániel, a magyarokhoz. Romlásnak indult hajdan erős magyar. Nem látod Árpád vére miként fajul? Nem látod a bosszús egeknek ostorait nyomorult hazádon? 800-adoknak vérzivatarja közt rongált Budának tornyai állanak. Ám bár ezerszer vaktüzetben véreidet magadat tiportad. Elszórja hiddel mostani vesznitét erkölcsöd, undok vipera fajzatok dúlják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva nézett. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vad tatár kán Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze, a szent rokonvérbe feresztő visszavonást üzeközt megálltál. Mert régi erkölcs, spártai férfikar küzdött, s vezérlet fergetegit között, birkózva győztél, s herkulesként ércbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés tölgy, melyet az éjszaki szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre teríttetik. Így minden ország támasza talpköve, a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút, szibarita, váz. Letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét, s nyelvét megúnván rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szíve tárgya. Ó, más magyar karmenyköve villogott Attila véres harcai közt, midőn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapodó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Dunapartján. Ó, más magyarral verte vissza nagy Hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forró viszontság járma alatt nyögünk. Tündér szerencsénk kénye, hányvet, játszva emel, s mosolyogva ver le. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, Róma, s erős Babilon leomlott. A magyarokhoz kettő, ez is óda, de egyértelműen a jövőbe vetett hit szólal meg soraiban.
Rövidebb költemény 1805-ben született a napóleoni háborúk hatására. Íme a Kodály Zoltán által 1936-ban megzenésített változat. Elégiái, elégiko ódái a magyar Horácius eszmevilágát fejezik ki. Berzsenyi próbálta magára erőszakolni az antik költő nézeteit, élvezni a jelent és fegyelemmel fékezni a szenvedélyeket. Tehát Carpe diem és Aurea mediocritas, azaz élj a mának és arany középút elvét vallotta. Az Osztályrészem című elégiája azonban rejtett elégedetlenségről, folytott magányról szól. Ő csak Camoénához, azaz a múzsához menekülhet, rideg sorsa elől. Mintha tudná, hogy hamarosan elhagyja majd a költői ihlet, melyet Kölcsey bántó kritikája fog okozni neki 1817-ben. Nem egyszer vágta a sarokba később tollát Kölcseyt szidva, amikor a versíráshoz fogott. Még olyan sorokat is mondott, melyeket csupán tartalmilag idézek, nem is néztem én ki annak a pimasznak semmi jót kamuti szeméből, amikor egy köteg nyekegő verset hozott hozzám. Úgy látszik, kölcsönös volt az ellenszenv. Berzsenyi Dániel, Osztályrészem. Partra szállottam, levonom vitorlám, a szelek mérgét nemesen kiáltam. Sok karibdisz közt, sok ezer veszélyben izzad a orcám. Béke már részem, lekötöm hajómat, semmi tündérkép soha fel nem oldja. Ó, te elzárt hely, te fogad öledbe a heves ifjút. Bár nem oly gazdag mezeim határa, mint Tarentum vagy gyönyörű Larissa, s nem ragyog szentelt ligetek homályin Tíburi forrás,
van kies szőlőm, van arany kalásszal biztató földem, szeretett szabadság lakja hajlékom, kegyes Istenimtől kérjek-e többet? Vessen a végzet, valamerre tetszik, csak nehéz szükség ne zavarja kedvem, mindenütt boldog megelégedéssel nézek az égre. Csak te légy velem, te szelíd kamőna. Itt is áldást hint kezed életemre, s a vadontájig kiderült virány lesz gyenged aludra. Ez sem a Grönland örökös havára, ez sem a forró szerecsen homokra, ott meleg keblet fedez, ó kamőna, itt hűves ernyőd. Írta 1799 körül. A költő a családjával Niklára költözött, mégis kedélyén a reménytelenség uralkodott el. A falusi gazda életformája sehogyan sem fért össze a poétai álomvilággal. Alaptémája lett a mulandóság, a lélek kiégése, a magány. Erről szól a következő remek mű. Berzsenyi Dániel, A közelítő tél. Hervad már ligetünk, s díszei hullanak. Tarlott bokrai közt sárga levél zörög. Nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez az efír. Nincs már szimfónia, s zöld lugasok között nem buggerlice, és a füzes ernyein a csermely violás völgye nem illatoz. S tükrét durva csalét fedi. A hegyboltozatén néma homály borong, bíbor tirzuszain nem mosolyog gerezd, itt nemrég az öröm vígdala harsogott, s most minden szomorú, s kiholt. Ó, a szárnyas idő hirtelen elrepül, s minden míve tűnő szárnya körül lebeg. Minden csak jelenés, minden az ég alatt, mint a kis ne felejts enyész. Lassanként koszorum bimbaja elvirít, itt hágy szép tavaszon még alig ízleli nektárját ajakam. Még alig illetem egy-két zsenge virágait. Itt hágy, s vissza se tér majd gyönyörű korom, nem hozhatja fel azt több kikelet soha. Sem béhúnyt szememet fel nem igészheti, lollin barna szemöldöke. Írta 1804 és 8 között. Költő írt egy episztolát Vitkovics Mihályhoz, és abban érdekes elveket fogalmaz meg, ugyancsak Horácius nyomán. Rendeltetésünk nem magányos élet, s örök komolyság és elmélkedés, hanem barátság és társalkodás. S nem a világi jókat megtagadni, de józan ésszel vélekélni tudni, a bölcsességnek titka és jele. Maradj és perejte Pesten, s élj vidáman barátid édes társaságiban, s ne kérj az égtől többet, mint adott, van annyi, mennyi kell,
S ha ez kevés, kevés lesz a föld minden kincse is. A vízikóság szomját el nem oltja, minden Dunáknak és tengereknek árja, s az épp gyomornak egy pohár elég. Ha van mit ennünk, innunk és szeretnünk, ha józan elménk, s testünk nem beteg, kívánhatunk és lelhetünk-e több jót, s adhatnak-e mást a királyi kincsek. Így ír, így érez, így él most barátod, ki téged édes Miskán megkeres, az új zefírrel s első fülemilével, s veled csevegni és nevetni fog. Írta 1815-ben. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.